Jó reggelt kívánok, buongiorno, Saturday morning, it's the weekend, fun from Passo dello Stelvio, hétvégi mókázás a Stelvio passzról, nekik mókázás, nekem meg munkázás, rímálom. Jó reggelt, Balázs, szia! Gábor, szevasz, jó reggelt! Állé, állé, állé! Ki mit csinál ma? Azon túl, hogy nézitek a live-ot, itt lógtok a TikTokon. Van, aki munka mellett nézi, van, aki kertészkedés mellett hallgatja, van, aki a konyhában nyomja a live-ot, vagy a live playback-et a YouTube csatornán. Mindenki máshogy csinálja, ugye, ahogy szokták mondani. Buongiorno Massimo, buongiorno Viki, jó reggelt Mónika, Imi, szia, jó reggelt User, Manu, you are coming from Innsbruck, 11:50. Have a safe travel, jó reggelt, Isabella, Luigi, buongiorno. Remélem mindenkinek beköszöntem, akinek nem, annak így külön hello. Aki nem köszön be, annak is jó reggelt. Hát úgy nézem, hogy eléggé őrült napunk lesz így, legalábbis ebből a reggeli lendületes kezdésből ítélve. Nehéz lesz egyébként még azt is elolvasni, hogy azóta kiköszönt be. De amint lesz egy kis zajszünet, majd nyilván tekergetem a komment szekciót. Ugye, aki új ebben a live-ban, azt nézhetitek, hogy hogy készülnek a kanyarfotók, hogy milyen az élet itt a Stelvio passzon. Vezetés technikai tanácsokat hallhattok. De leginkább láthattok gyakorlatilag a tanácsaim nélkül is jó és rossz példát gazdagon. Itt tényleg nagyon megmutatkozik azonnal, hogy mi a helyzet, ki mennyire ügyes, ki mennyire nem az. Jó idő van a Pilisben, és nagyon klassz, mert a Pilisben lesz fotózásunk. Ma 13 órától föl lesz a Miki. Nem tudom, hogy mit láttok telefonon keresztül, a képből elég kontrasztosnak tűnik. Az a nagy felhő ott hátul jól megderíti a képet, és nagyon sötét az előtér, remélem azért látszódik. I absolutely can't go back and read the comments, somebody's constantly coming or going. She was so quiet, I almost completely missed her. This is Stelvio Pass,
Saturday morning. It's 10:09. If you are watching it live, then you're probably aware of the time. But some of you guys are watching this on our YouTube channel as a playback. I just had a warm-up video before this. Now, as usual, in 4K, that will go up to the YouTube channel so you can enjoy this amazing view in mint quality in 4K stereo. Although this morning I forgot to turn on my microphone, so I was talking to the air, speaking to the air for at least 8 minutes. And when I realized it, that it's not on, hopefully the other microphone was capturing the noises. So the beginning of the warm-up video was only motorcycle noise. How cool is that? Let me try to go back a little bit. Arthur High from Scotland will be there Tuesday on 3rd of September. Unfortunately, I won't be here, Arthur, but my colleagues will be here. Look for curvafoto.com Molinos, and you will get your amazing photographs from Stelvio Pass. Let me scroll back a little bit vissza, próbálok tekerni egy kicsit. Csillizmam. Szia, jó reggelt! Állatorvos, természetesen. Munka van, ráckeve, Aqualand, az nem rossz szórakozás. Szeretnék egyszer ott lenni, Adrián. Szoktam azt tanácsolni, hogy írt fel egy cetlire, rakja a hűtőre. Így készül a bakancslista. És ha minden nap látod, akkor tudod, hogy miért kell dolgozni, miért kell spórolni, mire kell időt szánni. Ha se nem kell dolgozni, se nem kell spórolni, érte? Akkor az idő az, ami nincsen. Ákos kérdezi, hogy kocsival van-e valami előírás? Hollands például nincsen semmilyen előírás nyáron. Azért akkor a hó nem szokott esni, hogy nyáron, hogy probléma legyen belőle, ha igen, akkor azt letakarítják. Olyan már volt, mert júniusban igen, hogy olyan hó esett, hogy én már motorra nem akartam följönni. Az nap, akkor autóval azért föl lehetett simán jönni, ha azonnal takarítják az utat, tehát nem sokat teketóriáznak ezzel. Hondás Norbi, kézműves műhely jelen, jó reggelt Morgan Győrből, Morgan oda vissza is, megkaptad a matricát végre. A keddítől. Na akkor jó. Van most azért mindenhol egy kis lemaradásunk. Matrica küldésben és fototuningokban és fotoboostokban is egy kicsit el vagyunk maradva. Elképesztő az érdeklődés, hála Istennek. Úgyhogy dolgozunk rajta keményen, én is dolgozom rajta keményen. Tegnap megint belefutottam egy kis laza éjszakázásba is, hogy haladjak is a dolgokkal. Mondjuk ehhez hozzájárul az is, hogy Csabi kollégám a végén felhívott, hogy van-e nálam kukac, gumikukac, mert hogy defektet kapott, rátolta valami kőre a motorját, és egyszerűen kiszakította a hátsó gumiját. Nagyon durvák a fények. Thank you.
jobb lesz. Úgyhogy hozzá át kellett mennem, megkukacoztuk a gumiját, még tartott is, az sajnos egy olyan lukat kapott, amilyen szakadásos, ezzel nem nagyon lehet így tovább közlekedni, úgyhogy majd megy a héten, megrendelte a gumit, aztán ő kicserélteti, neki még azért egy hónapig tart a szezon. Ali, Ali, Ali! Buongiorno! Let me try to scroll in the comments. Balaton terasz, két kávé, jaj, de jó, azt egy kicsit most irigylem én is. Ali, Ali, Ali! Buongiorno! Scott's biker, week on Tuesday will be passing through. Have a safe trip. Eskü, már vártad Szabi Szőke az élőt. Itt akarja elengedni a motoros, hát kicseszett vele. Ez a legjobb módszer arra, hogy ne legyen rólad kép. Gáborom is itt van, jó reggelt kívánok, brutál a felhő, szét is veri egyébként rendesen a képet. Nagyon nehéz kiexponálni ezt most, mert olyan, mint a lámpával szembe fotóznék, de az kétségtelen, hogy extra látványos, ezért is jók ezek a reggeli élőadás előtti 4K-s felvételek, videók, mert így ma is egy kicsit ezt így körbe tudtam videózni, egy 15-20 perces kis bemelegítő adás készült. Ma is ez majd megy föl a YouTube-ra, a tegnapi már fönn van. Abban már lehet gyönyörködni. 24 comments, pif puf, imádod a hangom, jaj, de aranyos vagy, köszönöm szépen. Janika, jó reggelt kívánok, borulásmenteset, azt nagyon szépen köszönöm, Zsolt Mariánnak is tetszik a látvány. Hogyhogy csak ebben a kanyarban szoktam fotózni, nem csak ebben a kanyarban szoktam fotózni, de most van a olasz szabadságnak az ideje, ez így is éppen elég kőkemény meló, mint hogy még most azzal is, na, megint a viewfinder, hogy még azzal is foglalkozzam, hogy másik kanyarokban tapasztaljam ki a motorosoknak a mozgását. Itt már nagyjából megvan a motorosoknak a mozgása. De volt Facebookon is egy erre vonatkozó kérdés, hogy miért csak ebben a kanyarban fotózom, és akkor mondtam, hogy idén én fotóztam a 2-esben, 10-esben, 15-ösben, 18-ösben, 19-esben, fotóztam az Umbria Passon, fotóztam a Bormiói oldal csúcs nevű kanyarjában, ami szintén a 10-es, csak a másik oldalon, tehát azért nem lehet panasz, innen mindegyik kanyarból ment egyébként élő adás is. Csak akkor lehet, hogy te pont ilyeneket láttál. Állé, állé, állé! Amelyik mindig innen volt, vagy pedig egyszer nem tűnik föl, hogyha másik kanyarban vagyok, bár azért a háttér mindegyikben egy kicsit más. Imádom a TikTokban, hogy tartom valahol a kommentet, hogy onnan menjek végig, és akkor leugrik az aljára. Csaba Kovács, pálinkás, jó reggel Szlovákiából, előjött eszembe, hogy kaptam már, ide mellítettem a kocsinak, mert nagyon meleg lesz a kocsiban ilyenkor, ha süti a nap, és van benne csoki is. Egy Berni magyar párostól olyan izét kaptam, házi zöldségek, házi szappan a feleségemnek, meg csoki van benne, meg tündéri aranyosak voltak. Megálltak itt nálam reggel. Marian, szia, jó reggelt! Gáborom, úgy látszik, megnézted az időjárás jelentést. Szerintem még nem is mondtam, hogy hány fok van, de úgy nagyjából stimmel.
Talán egy nagyon kicsit melegebb van, talán van 16 fok is. Állé, állé, állé! A szél az kifejezetten hideg. Hűvös hideg. Nem téli hideg, azért hűvös hideg. Szóval amikor így föltámad egy kicsit, mint most, akkor föl kell húzni a cipzárat a pulcsimon. Ma ilyen pulcsiba nyomom. Ilyen hegyiszett. Állé, állé, állé! Jeremy Clarksonnak is van egy ilyenje egyébként, pont ilyenje. Nevettem is rajta, amikor láttam valamelyik adásba, hogy rajta is egy ugyanilyen pulcsival. Marha jó pulcsi egyébként, de széltől kevéssé véd. De mondjuk egy technikai kabát talán az egyik legremekebb, mert nagyon-nagyon meleg. Salut, KNZB, mikor vannak kevesebben, mikor érdemes végigmenni? Szerintem július. Július ez a hónap, amikor érdemes. Ugye júniusban még sokszor le van zárva a prátói oldal legalább, a túloldal az nyitva volt idén is hamarabb, de június 20-án nyílt csak ki a prátói oldal, tehát ezért gondolom azt, hogy a július az egy jó időszak. Ez az augusztus, ez az olasz szabadság miatt ez egy brutális, forgalmas időszak tud lenni, ha éppen úgy jön ki a lépés, a július meg jó, és mondjuk júliusnak a második fele, mert akkor meg már szebb az idő. Július első felében azért még lehetnek komoly hidegek, meg még nagyon olvad a hó, sok a vízátfolyás. Mondjuk nagyon szép, amikor sok a hó július elején. Sokat nézem a videókat, készülök, tanulok, okulok, ha odaérek, ne bénázzak. Metalhead, hello neked is Erdélyben. Nagyjából azért így véget értem. Villanymerci, szevasz, Éber, hello, hello, hello. Sandra was asking, which side are you on, South Tyrol or Swiss side? South Tyrol, but as I see, Gábor already answered it, Prato side, yes. Tornante dieci. Curve number 10 today. Még egy magyar látogatón volt reggel. Ő pedig Zürichben él, hogyha jól emlékszem, Horvátországból túrázik most már hazafelé egy 125-ös Vespával. És volt rajta egy karcolása a Vespának a bal oldalán, kapott raktapaszt rá, feketét, és megint és megállapítottam, hogy baromi jól néz ki ez a raktapasz, és tényleg abszolút eltünteti. Állé, állé, állé! A tüntet, nagyja eltünteti a tüntetést. Tünteti a sérülést a gépen, és még viccesen is néz ki. Úgyhogy egyébként lesz majd ilyen raktapaszunk, nem sokára már az is kapható lesz, nem csak Stelvio passzosban, hanem kanyarfotó logó lesz majd rajta, és akkor az otthon is jól mutat, az otthoni sérüléseket is, meg bárhol a világon szerzett sérüléseket is szépen megbírja majd gyógyítani, nem csak a Stelvio passzosokat. Buongiorno, Anthony, buongiorno, oggi nuvoloso, sì, sì, sì.
Bellissima giornata. Pedro, szia! Mindjárt fölmászom majd a kilátópontra, és jó, kérdezi Ferenc, hogy milyen magasan vagyok. 2545 méter magasan vagyok, haligali OG. Tibor. Tiborom, Tibor Molnár, néz körül egy kicsit. Hol rémlik neked Magyarországon ilyen táj? De jó lenne, ha lennének ilyen helyek, mi? Gáboron a csúcson 10-11 van, és mindig 4-5 pluszban vagy, úgyhogy így becsülted meg, de teljesen jól eltaláltad. Sasza, szia! No, azt hiszem, hogy sikerült fölvenni mindenkivel a lépést. Na, csak megy az olasz, azért mit gondolkodtam a giornátán, ne viccelj! Ez volt a világ leggyorsabb hegymászása. Look at the view, this is Passo dello Stelvio, Prato side, curve number 10. The most usual curve, the most usual live stream location. Fancy little BMW. Stelvio Pass is the highest alpine pass of Italy. It goes up to 2,758 meters. Very nice. But you already, probably you already aware of this information. You heard it so many times from me throughout the season. And just like yesterday, this is cloudy again. It's really pretty. Look at these clouds. It's not easy to photoshoot in a weather like this, but the view is absolutely stunning. Ali, Ali, Ali! Buongiorno! Ali, Ali, Ali! Olaszországban jártok velem itt a live-on keresztül, a 10-es kanyarban vagyunk a Stelvio Pass prátói oldalán, azért jöttem föl ide, mert így itt le lehet látni egy kicsit a völgybe, talán élvezetesebb ez így nektek. Én nagyon szeretem ezeket a fenti fotókat, de az akadémia ezt kevésbé értékeli. Az akadémia inkább azokat a fotókat értékeli, amik onnan lentről készülnek és nagyon közeliek. Az akadémia jelen esetben maga a vásárló. Én ma két kávét ittam reggel, hogy pörögjön a nap. Hákos fiam is úgy kelt föl reggel, hogy apa, hogy tudsz fölkelni ilyen korán, mindig egy, mit tudom én, 15 órával, 20 perccel hamarabb ébredek föl, mint ő. Kikészítem a reggelit. Csinálom az ilyen apukás dolgokat. Simán sor jön ott hátul.
ő is nagyon-nagyon közel megy, az autóhoz nem érdemes közel menni. Hol volt az? Az a warm-up show-nak a végén volt, amikor egy motoros a mainak, úgyhogy ezt majd YouTube-on tudjátok megnézni ma este fele, amikor egy motoros most majdnem elesett itt előttem, mert hogy iszonyú közelre ráment az autóra, az autó meg megállt a kanyarban, föntről jöttek, és pont a legmeredekebb részen állt meg a motoros, azt éppen, hogy csak lebír támasztani, jobb lábát tette le, nem a balt. Ugye ez a szar a hirtelen megállásokban, hogy nincs időd visszadönteni. Agykattogjon az az expo, de nézd, milyen verdák jönnek. Végre néhány Porsche, egy Ferrari, meg egy Super 7. Bevallom őszintén, hogy én a Super 7-t választanám ebből a sorból. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Hát persze lehet úgy választani, hogy eladom utána rögtön, akkor a Ferrarit kérném. Köszönöm szépen, és akkor vennék belőle két Super 7. Rekúzott a piros autó, a like az pedig mindenkinek ingyen van. Please tap the screen a little bit, live is for completely free. And follow this channel, Kanyarfotós channel, if you like what you are seeing right now. So you won't miss the upcoming lives. We have a few more lives from this season, since I'm going to move back to my home. Back to my country. We will have lives from there, but mostly on the weekends. We can show you guys completely different curves every weekend and a little bit different mentality. But I think those will be also very fun and educational ones. The view won't be like this. It's really difficult to find places like this. This is super special. There is only one Passo dello Stelvio, right? Ali, ali, ali! Buongiorno! Ott vannak lenn a kis tehén haverok, kolompolnak. Itt ilyen, mert az a nehéz ebben a spotban, hogy ilyen félrogyasztott állapot lenne az ideális. Félrogyasztani meg. Nagyon melós. Fügy-fügy Z900 RS. Kolompot lehet akkor hallani, ugye? Ott vannak tök jó fejek. Nézd, ott a tehénpásztor is. Ott sétálgat. Följött megnézni a teheneit, hogy minden a legnagyobb rendben legyen velük. Nézzünk egy kicsit körbe, és úgy látom, hogy nem jön senki. Look at the view, guys. Interesting cloud up there. What is that? Little white spot. Let me photograph it. Did the cloud? I never seen something like that.
these are giant mountains around Paso de los Stelvios. Stelvio Pass goes up to 2,758, and these mountains are around a lot higher. They are probably around 3,000, and that one which is covered by the clouds right now, it's 3,906. That's absolutely crazy. Called the Ortler. Beautiful mountain. And looks very dangerous. Ali, Ali, Ali! Most ott állok egészen pontosan, ahol a székelykáposzta készült itt a falnál. Most, hogy üres a selfie terasz, ezt kihasználom, hogy tudjak ilyen fotókat készíteni, mert... Allé, allé, ragazzi, allé, allé! Vivo, Mauri! Mauri, vivo! Allé, allé, allé! Buongiorno! Ali, ali, ali! Az még jól néz ki, egy Mazda MX-5-ös beállat mindig a háttérben, nem? Az csocsi, ott lebeg valakinek a drónja. A Mazdának lebeg a drónja. Úgy látszik, hogy ilyen követős drón, vagy valaki irányította. Igen, nehéz egyébként így elkapni a drón, mert a szenzorok miatt elmozdul mindig. Na, megint behalóztam, hogy magyarok, de ez egy litván rendszám. Ezzel a tenyénpásztorkodásom, mert én is elgondolkodtam Gáboron egy párszor, nézd meg. Ott így áll, így támasztja a botját. Nézi, hogy kolompolnak a tehenek. Szerintem egyébként direkt azért nem is tesznek GPS követőt a teheneikre, hogy legyen mire mondani, hogy ki kell menjek. Megnézni a teheneket, ha lenne rajtuk GPS, akkor lehetne látni, hogy mozognak meg minden. Akkor nem kellene kimenni megnézni, így viszont sajnos ki kell menjek megnézni a teheneket. Dolgom van, meló van, és akkor kimegy, megáll a tehén mellett, aztán nézi őket. Na jó, azért annak a melónak is vannak kemény részei, nem csak nyár van, hanem tél is, amikor istálóban vannak a tehenek, folyamatosan takarítani kell alatta. Ellátni őket, minden jóval gondozni, etetni. Nem voltam még tehénpásztor sose, de azért el tudom képzelni, hogy vannak ott is keményebb napok. Láttam én már az Umbriel Passon, amikor terelik föl a teheneket, hogy hólapáttal megy a srác meg a lány, ugye mit tudom én, hány évesek, 16 és 20-néhány év közötti, gondolom így ránézésre, nehéz megmondani nekem, mennek mögöttük hólapáttal, aztán amit oda viszkítanak a tehenek az útra, azt hólapátolják le, hát az sem egy irigylésre méltó
része a melónak, de ezért ők igazi, jó értelembe vett parasztok, nem a csúnya vagy a pejoratív értelmében mondom nyilván. Lekúzott 15 évig lovász volt, tehát akkor te sokkal többet tudnál erről mondani, mint én, mert én meg sose dolgoztam ilyen környezetben. Úgyhogy nyilván én bennem egy ilyen romantikusabb kép van erről kialakulva, mint a valóság valószínűleg. Lovakkal is egyébként fantasztikusan jól lehet dolgozni. Nagyon aranyos állatok. Na, a Porsche-ra tessék élesíteni, köszönjük szépen. Na, a mögötte lévő motorosra, mert hát majd most jön. Lehet néha felnéz a pásztor, és azt gondolja, de lennék kanyárfotós. Gáborom csak szezonban lenne, tehénpásztor. Giovanni buongiorno. GPS-en ugye lehetne látni, hogy milyen gyorsan szalad a medve a tehénnel a hónálat. Csivizma mező, vicces. Hát igen, ez gondolom Erdélyben, főleg a kisborjuknál ez egy komoly veszély már. Lefotózom azért, nehogy már ne legyen meg. Fotón is, itt az egyik már ott már lefeküdt. Sanyi, Sunyi, lazább szombat? A forgalomra gondolsz, annyira nem laza, mert már 1381 képet lőttem, és szerintem 9:30-kor kezdtem el fotózni. Greetings from Slovenia, I guess that's Slovenia, right? Hello, back to you from Passo dello Stelvio. Look at these clouds. It's a very special day again. Ali, Ali, Ali! If you have missed yesterday's Daily Crazy, that was about the clouds from the peak, you can watch it on our TikTok channel, or even better, you can watch it on our YouTube channel in 4K. It has the long version, because it was also the warm-up video for the lives, before the live streams. And there is also another edited version with English subtitles and with some cool music. To make it more fun. Tehenes képet is tedd majd elérhetővé. Azt megvásárolnád, Zsolt? Ali, Ali, Ali! Ide tényleg konkrétan egy bárszék kellene ide a fal mögé. Az lenne a jó magasság. Na, leteszem a székem, ez túl alacsony. I love watching your videos, I must come visit this road once. This is also a comment from user from Slovenia. Thank you so much. Well, I do recommend to visit this road. This is super special. And probably it's completely different for those who come here
as a holiday, or for the holiday, and have time to look around a little bit, you know, enjoy the view from the top, walk around for a few hours. It's really worth to give it a full day, ride up to the pass, spend some time, really like a few hours on the peak. Maybe go up to the ski slope, to the glacier, just to look around there, because it's really awesome. You can even pay for a ride in that, I don't know, what is that snow vehicle, not the snowmobile, that looks like a rat truck, but it's not for the make the surface of the snow nicer, but it's for tourists. It's like a snow bus or something like that. It takes you up even higher. I think it's 20 or 30 euro. This is what I heard. I actually never tried that because Ali, when I go up, I have my snowboard gear with me, and then I simply use the ski lifts. It's open, by the way, throughout the whole summer. In August, it's very liquidish, but in June, July, you have perfect conditions. Bus is coming, there you go. Ásni kell oda egy gödröt. Itt így el kellene pakolni ezeket a köveket. Egy darabig itt pakolgatnék. Vagy még egy kicsit a szélére állni, de úgy érzem, hogy ez már rizikós. Aj, de szép volt ez a monster. Kap is dupla füttyöt. Ez itt már rizikós szerintem ott odaállni, meg nem akarnék a tehenekre se rágurítani semmiféle követ. A képeknek egységára van 10,5 euró a nagy felbontású kép. Magam majd egy őszi bajna héreget, amikor kihozom a TT Roadstert. Jó van, Zsolt. Én még a Mátrát javaslom majd, ott mindig van egy ilyen szezonzáró, nagyon őszi fotózásunk, amikor gyönyörű szép sárgák a levelek. Akkor tényleg annyira szép a Mátra, hogy vetekszik bármivel is. Látvány van még, akár kicsit a Stelvióval is. Annyira szépek azok a sárga leveles képek, hogy ihaj csuhaj. Szívfájt, ha beszólsz, legalább egyértelműen szóljál be, mert így csak összezavarodik minden ember, hogy most vajon kinek akartál beszólni. Én legalábbis most teljesen össze vagyok zavarodva. Ha nekem, akkor beszélhetünk róla, hogyha valamelyik nézőmnek, akkor viszont nem beszélgetünk róla, akkor repülsz. Hol van ez? Olaszország, Prátói oldal, itt a tehénpásztor és a tehenek fölötti kanyar. Ezt a 10-es kanyarként számozták meg a mérnök urak, nem tudom, ki számozta meg. Buongiorno! Prego! O
ott egy sisaklehajtás, hogy vagány legyen a kép. Én még a motoros csizmát javasolnám a tornacipő helyett. Ugye a kis hölgy, aki itt leesett utasként arról a GS1003-ról, neki leesett a cipő a lábáról, nem nézett ki jól. Úgyhogy ez a motoros csizma, az nem egy hülye találmány. Vagy a motoros cipő legalább, hanem mindenképp cipőbe akartok lenni, én is motoros cipőbe motorozom, mert itt a munka miatt egyszerűen az kell. Nekem írta az idegen nyelvre, akkor tényleg hello! Azt tanuljátok meg! Odani! Aha! Azt tanuljátok meg, ha az angolomra akartok beszólni, akkor szóljatok már be angolul, jó? Nem magyarul. És akkor rögtön tesztelhetem én is, hogy kinek milyen az angol tudása, mert én nagyon bírom ezeket az angol tudósokat, akik beszólnak az angolomra magyarul. Szóljál be akkor angolul. We can have an argument even. I just bend another fellow Hungarian guy criticizing the English accent. Well, he don't have to listen to it anymore. And I really do recommend for you guys, if you have problems with my accent, criticize it in English so I can judge your English as well. That would be a little bit more fair, I guess. Ondás Norbi, látod, ilyen világot élünk, milyen fényképezőgépet használok, feketét, R7-est használok egyébként, nem beszélgetünk már nagyon a fényképezőkről, ott megy a selfie teraszon a nagy élet. Buongiorno, de visual, szia! Stelvio, a Stelvion, úgy. Ott valami őrült nagy selfie fog készülni. Egy egész csoportos selfie. Akkor már innen is készül rólatok egy. Amely egy összehoztátok, a Harley mögött az elég jól néz ki amúgy. Csak nem fogják azt kérni, hogy retusáljam le az embereket. Volt már ilyen kérés, egyébként volt nagyon jó kérések vannak retusálás szempontjából. Egészen biztos, hogy lesz majd olyan poszt is, ahol a retusálásos kérésekre, nyilván ezek név nélkül, lesznek majd kiposztolva, azokra reagálok, és valami vicces dolgok csinálok majd belőle, mert nyilván amikor retusálok nekik, akkor megcsinálom konkrétan azt a kérdést, és nem parodizálom el, de nagyon sok lehetőség van azokban a kérésekben. Amikor például kitakarja a motoros arcát a tükör, hogy tüntessem el a tükröt, meg ilyenek halomra.
volt olyan, aki izmosabbra akarta magát retusáltatni. Volt olyan, aki jobban dőlős motort szeretne, hát számtalan lehetőség van ezekben a kérésekben. Térek szelüli menekülős kép, olyan posztunk már volt is, amikor egy Wrangler Jeep mögé tettem be egy T-Rex-et. Úgy. Jurassic Parkos kép, az szerintem a Mátrában készült az a fotó. Mégpedig a Mátra-Szent Istváni úton. Leülök már innen, itt azért nehéz kommentet is olvasni, meg állni is, nem leesni, nem követ lelökni. Jó idő kezd kibontakozni. Én egy kicsit följebb tettem a mikrofont, majd mondjátok, hogy ez így rosszabb lett, vagy jobb lett. Good morning, Dorkline. Alfa 164 volt-e már? Hogy ma volt-e már? Vagy úgy általában? 164-ből egyébként tényleg viszonylag kevés van. Nem tudom, hogy úgy összességében az utakon vagy úgy... Vagy hogy csak itt van kevés, de abból keveset látok tényleg. Murphy legalább annyiban segítetne, hogy egy icipicit fátyol felhősíti itt fölöttem az eget, hogy ne egy ekkora nagy hófehér felhő legyen ott, ezt gondolom nektek tetszik, de a kamerának nem annyira. Tényleg szomorú a 164-jel, hogy ennyire kikoptak, mert ez nekem is abszolút tetszett fiatal koromban. Nekem az egyik, nem az első autóm volt, de hogy nagyon a sornak az elején volt, hogy 33-as alfám volt, és akkor álmodoztam én is a 164-esről, hogy ez mégiscsak az a legnagyobb, hogy milyen jó lenne. Valami nagy motoros. Már egyszer vittek, azt hiszem, hogy ezt 75-ösnek hívták azt az alfát. Valami borzalmas nagy benzinmotor volt benne. The launchpad. Sorry? The launchpad. Yeah. So close for so far. Yeah, but now it's really not that far. It's it's 2.5-3 kilometers. Good luck. Allez, allez, allez. Ciao.
Azaz, szerintem igen, az volt benne az a 3.0-es V6-os 24 szelepes. Nem is tudtam, hogy meg buszol a motor volt a neve, de fú, micsoda hangja volt, és hogy ment ez a gép. Ez fantasztikus, fantasztikus autó volt, szerintem egy operatőré volt annak idején, és valami forgatásra utaztunk együtt, úgyhogy hogy ő vitt le, hát életem egyik élménye maradt, azóta is emlékszem rá. Look at the clouds. It's absolutely amazing. Na ez így most még egy 3 fokkal nehezebb ezt így kiexponálni. Hogy? Még egyet lövök így ide az égre. Nagyon szép. Bandi, szia! Egy óránál járunk, köszönöm szépen. Most azért kicsit próbálkozzunk még hosszabbal, olyan nagyon felháborító dologra nem emlékszem, hogy most itt bárki kiakadna bármin is. Some view for you guys today from Passo dello Stelvio. Ali, ali, ali. And some extra difficulties for me to get nice shots with this super bright background right in the front of the camera, but I also enjoy this view, I also enjoy these clouds. Ali, ali, ali! Ferrari red shirt on the bicycle rider. This is a nasty, nasty, nasty road. This is what I'm keep saying it, probably mostly in Hungarian language, that this is a very super honest road. Super honestly shows your show your skill level right away. You don't even have to ride long, nothing. You just take this curve, and we who are watching it through the live. Me who is sitting here on the edge of the road, I can tell it right away that you need some more practice on a routine track, or you are ready to conquer Stelvio Pass. Maybe we should name somehow these curves after that, like. Ali, ali, ali! Curve of the reality, curve of the honesty. Something like that would probably fit. Milyen országban vagyunk? Passo dello Stelvion, Olaszországban. Ali, ali, ali!
Ali, 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 buongiorno. Ezek egyébként a legnehezebb, sotóketten nem tud eldönteni. Mert közelébe belelóg kicsit, meg kilóg valaki kicsit. Hárman. Nem működik ezzel a mostani háttérrel. Nagyon bebuknak, ilyen sziluett lesz belőlük. Ha nem sziluett, akkor kiég. Finally, a motorcycle train. Nem tudod, valaki írta, hogy milyen nagy nyugi van most. Nézd egy pár percig az adást, és akkor rájössz, hogy nincsen egyébként olyan nagy nyugi. Csak vannak ilyen párperces időszakok, amikor nyugi van, aztán utána az bepotolja a Matrix, és egyszerre tolja át a kanyarban őket, mint hogyha csak így létezhetne ez az út, hogy szűn-szűn. Ez a, mint a énekórán, ugye a szinkópa, tititá, szűn-szűn, és akkor megint jön egy nagy adag, nézzük, miért nem egyesével jönnek. Áli, áli, áli! Pont erről panaszkodtam, hogy ezt a legnehezebb így lefotózni, hogy ilyen teljes randomitással jönnek. Ez egy magyar lakóautó. Hát ők csak a szálláson spórolnak, a fotón majd nem. Na, Zita is itt van, jó reggelt kívánok! Legyen még 20 ezer like mi. Még mindig Itália. Szerdán lesz az utolsó live. Gondolkodom néha azon, hogy kedden legyen az utolsó live. És akkor szerdán lenne a forgatós napom, mert egy napot mindenképp forgatni szeretnék. Kizárólag, és nem fotózni. És ezen megy az agyalás, hogy ez melyik nap legyen, ugye nyilván szerda talán a legnyugisabb nap, de nem biztos, hogy az a legjobb a forgatásra, a legnyugisabb nap, viszont szerdán pakolni is kell, a képet is kell válogatni, akkor az úgy nehéz egyszer. Look at those clouds, nézzétek már meg, hogy mennyire királyok most a felhők már tényleg. Csak azért nem mászom föl a selfie terasz, vagy ide a kilátópont fölé, mert a selfie teraszon ilyen tömeg van most. De ez majd eldől, és mindenképpen, amikor megvan az utolsó live egészen határozott és pontos időpontja, akkor arról majd ki fog kerülni poszt is, hogy azt senki, hojoj, azt nehéz ott elindulni, hogy tényleg ez a becsatolós üzé, ez nehéz ilyen meredek úton. Hát jobb lenne. Utolsó live-nak, mert szerdán nem vagy trabis. Hát látod, ez is egy szempont. Mondjuk nehéz lenne valószínű ilyen statisztikát felállítani, hogy kinek mi a jobb. A forgatás az mit takar? Hát ez azt akarja, hogy megállok itt, ott, amott, és videófelvételeket. Ez de szép. És hogy elkanyarodott mi? Videófelvételeket készítek. Kanyarodó motorosokról ugyanígy. A tájról. A tájban kanyarodó. Oda nézd. Motorosokról.
bringásokról, meg nyilván sportkocsikról is. Drónozni kell egy kicsit, le akarok menni mindegyik kanyarba, ahol a kollégáim dolgoznak, hogy minden kanyarból legyenek videófelvételek, ugye ebből a kanyarból rengeteg van, vagy a prátói oldalból rengeteg van, de a többi kanyarból meg viszonylag kevés felvétel van, úgyhogy ezt azért pótolni kell. Ilyenek, és aztán majd amikor befejeződik a valódi szezon itt nekünk szeptember végén, ezt Elvio passzon, és csak én megyek majd el innen. Akkor abból lesz majd egy ilyen szezonzáró kis filmecske, az minden évben készül, egy kicsit hosszabb, szép kis hangulatos videóklip a Stelvio Passról, hogy mindenkinek, akinek eddig még nem jött meg a kedve, az majd kedvet kapjon, és jövőre mindenképp ellátogasson ide. Azt azért elmondhatom, hogy idén a magyarok körében ez... Hát én ezt mindenképp elég nagy sikernek értékelem, nincsen rá számszerű statisztikám, hogy mennyivel több magyar volt idén itt kint, meg még van, meg még lesz, szeptemberben is, de megsokszorozódott a számuk, én szerintem 10-szer, 20-szor, 30-szor annyi magyar van, elképesztő mennyiségű magyarral találkoztam én is, és még többet látok itt elgurulni előttem, úgyhogy ez ilyen szempontból nagy siker, és azon is röhögtünk tegnap az irodában képválogatás közben, hogy így tudjuk visszaszerezni az elveszett területeinket kanyarról kanyarra. Már a mai világon ennek lenne bármi értelme. De már hál' Istennek nem sok értelme van, oda megy mindenki, ahova csak szeretne. Otthon úgyis azért fogod magad otthon érezni, mert ott vannak a barátaid. Az pedig már mindegy, hogy ez melyik ország, hogyha nekem itt lenne az összes barátom, akkor itthon érezném magam otthon. De mivel otthon van az összes barátom, ezért otthon érzem magam otthon. Na végre megint kinyitották a motoros csapot. Állé, állé, állé! Hát igen, valószínű egyébként az, hogy ilyen sok magyar van, ez nyilván ezeknek a live-oknak is köszönhető, ezeknek a videóknak is köszönhető, nem véletlenül csináljuk, ezért pont ez a célja, hogy fölhívjuk a figyelmet, meg a kíváncsiságot, meg mindent. Na ő vajon hozzám jön, vagy nem hozzám jön? Hello! Pont nézegettem, hogy hozzám jössz, vagy nem hozzám jössz. Csak hogy legyen energiád. Jaj, köszönöm, és szól a zsebedben a live. Úgy. Jaj, de aranyos vagy, köszönöm szépen, kapsz cserébe matricát tőlem. Na legalább ezt is tudom, hogy mennyi elcsúszás van oda nézve. Ah, nagyon szépen köszönöm. Honnan jöttetek? Egyedül jöttem. Egyedül jöttél? Aha. Igazából Szombathelyről, de Innsbruck mellett dolgozok. Uh-huh. Nem volt meló, gondoltam, akkor ezt megnézem. Nem hagyom ki. És hogy tetszik? Hát marha jó. Grosskrugta nem voltam, Timmelszikon voltam, de hát itt sokkal a durvább kanyarok vannak. Igen. Igen. Tületleg, aztán gondoltam, hogy kiasználom ezt a időt, hogy itt vagy. Jól tetted.
Volvóvá vagy? Aha. Hát azért nem személyautónak való plac, az inkább motoros hely. Én azt mondom. Hát vagy sportautónak, igen. Hát most ilyen helyekre adnak néha, hogyha szükebb a kanyartál le is. Hát igen, sok, itt Porsche-k szoktak előttem három kerekezni, akik szűken veszik, azok a Porsche-k itt megbillennek. Ugye hátul van a motor, és a bal elejét a simán kiemeli. Ez egész kellemes idő. Visszajövök ide, mert ez a pozíció a jobb. Üdvözölnek téged, Attila, ő is szombathelyi. Üdvözlöm a tüket. Többen is, Boni is szombathelyi. Van sok szombathelyi. Na, hú, micsoda. Beszéltél, hogy magyarok a magyarok. Hát igen, magyarok igen, 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 igen. Volt ilyen végszóra. Igen. Általában ez van, azért szoktam most már időnként azt is mondani, hogy nagy doboz köteg euró. És akkor hát az is bejön, mert ja, amikor amikor a követési távolságról beszélek, akkor általában jön valaki, aki nem tartja be a követési távolságot. Látod, most veled kapcsolatban épp arról beszéltem, hogy mennyi magyar van most már itt fönn a hegyen, de tényleg brutál mennyi van. Itt néztem egy videót, ahol a motoros majdnem besokkalt, ez a kanyar volt? Ez, aha. Ez. Hát így gyakorlatilag ezen a puklin, ami itt van, azon úgy átrepült még akkora tempóval jött, és hogyha ez itt meg nem emelkedik fölfele, akkor szerintem meg se fogja már a végét, meg azt meg elképzelni is rossz, hogy mi lett volna, hogyha itt valaki felkanyarodik elé. Hát meg ott jó mély az a rész, hogyha esetleg átesik. Ott nagyot esik. Ott igen, ott nem mászol le érte. Lemegy a tehenekig. Tudod, ha megállom, megvárom, hát valaki elesik mindent. És akkor segítesz nekem felállítani. Hát nem lesz olyan szerencsém. A naponta egy-kettő azért belefut. Bele, de nem mindig előttem áll Istennek. Azért nem jó érzésem miatt ilyet élőbe végignézni. Ha igen, ide a kőkor le. Tehát amikor ilyet látsz, akkor nem tudod, hogy most mi baja van, megütötte magát, hogy lesz. Ijesztő egyébként, pedig ezek nem igazi elsősek, inkább ilyen felborulások, de... A vízhangot. Végre pár GS. Még 9, aha. Lentről jöttél? Aha. Akkor még a csúcson fönn se voltál. Nem. Ó, most nagyon-nagyon jó időben jöttél, mert ezek a felhők, most ezek tényleg nagyon... Nem tudod, te felkúszik egészen a csúcsig, ez onnan fentről, mint a repülőből néznél körbe, nagyon szép lesz. Tavaly a Grosslucknerre kétszer kellett felmentünk. Felmentünk első nap, ilyen július közepe környékén, az havazott. Aha. Semmit nem láttunk, hát mondom, ilyen nincs. Mindegy, el voltunk ott fent a hegyen, nem volt vele gond, és akkor jöttünk vissza, mondom, akkor másnap már tisztult az ég, és mentünk fel, de szinte első nap senki nem volt, alig voltak. Csak néhány fanatikus, mint én. Hát igen, a rossz idő az nagy visszatartó erő azért, meg ráadásul ilyen helyen, mint a Stelvio, amikor például esik, akkor nagyon durván potyognak a kövek a hegyről, tehát mert csak azért sem érdemes, aha. Ezt a biciklisek hogy bírják? Hát kemények. Jó van, felkocogok, jó munkát, majd még lesz. Örültem nagyon. Jó utat, élvezd, fenn meg egyél kolbászt. Allez, allez, allez! Forza, forza! Buongiorno, team! Trabant, fáj a szíved, na miért?
Diretta dallo Stelvio, absolutamente. Az ötös ottó számait kérjem mi. Ilyenkor reménykedjek, hogy nem őt tiltottam le. Arra nagyon kevés az esély, gyerekek, hogy valakit letiltok, aztán megjelenik a Stelvio passzon, mert az miért jönne ide? Oda nézzetek most mi történik a felhőkkel. Hú, de szép. Szegény Eres, ő is azért kérne szerintem szívesen valami kicsit sportosabb gazdát. This is really beautiful, really special. Look at these clouds crawling up. Ali, Ali, Ali! Buongiorno! And they are like jumping over the road, creating some kind of cloud tunnel. Szia, vatta, cukor, ez a géppel mi az a maximum távolság, ami még elég szép képet csinálsz már, hogy... Milyen messz... Hogy érted, a minimum vagy a maximum távolság? De egyébként ez objektív függő, ez valóban ez nem gép függő. Nyilván, hogyha így közel vagyok a tárgyhoz, akkor egy rövidebb objektív elég rá, ha messzebb vagyok, akkor meg egy hosszabb objektívvel dolgozunk. Look at that! Il numero tornante! Eccoli. Tornante 10. Paolo, sì. Egyenest is fotózol, nézzek, az ott egy egyenes, nem? Nagyjából. Na most talán nem annyira fehér végre hátul az a felhő. Oly-oly. Dávid, megkérdeztetem, hogy hány éves vagy, vagy csak hogy úgy válaszoljak, hogy felnőtt vagy gyerek, mert nem, ezt sajnos nehéz nekem
megállapítani. Szia, szia! Így a kérdés alapján azt mondanám, hogy gyerek, de lehet, hogy nem, csak nem értesz a fotózáshoz. Ugye ez, nincs ilyen, nem lehet ilyet kérdezni, hogy milyen messzire lehet vele elfényképezni, mert attól függ, hogy mi a cél, tehát hogy mi a tárgy, mit akarsz fotózni, hogy akarod fotózni. Egy rövid objektív, egy nagy látószögű objektív, és le lehet fotózni a szembe lévő Ortlert, ami innen azért nagyon sok kilométerre van, meg egy ultra nagy 600-as, 800-as fixobival is le lehet fotózni ugyanaz, más lesz a kettő. A két kép az teljesen más lesz. Sziasztok! Olyan magyaros volt a hello, nem? Csak hogy magyarázzak, hogy szakmán kívülinek magyarázok, vagy pedig egy fiatal embernek magyarázok, ez máshogy fogalmazom meg akkor. Kaptunk most egy olyan, valamelyik nap egy olyan kommentet, hogy ugye egy fototuning megrendelés során ugye nálunk lehet fototuningot rendelni a képekre, amikor egyébként én beállítom a fényképeket. Állé, kitekerem belőle azt, ami szerintem a lehető legjobban áll a képnek. Tényleg mindegyikre odafigyelek, ezzel vagyok most egyébként lemaradva, most egy-két napos lemaradás alakult ki, annyi a megrendelés, hála az Istennek, úgyhogy nem panaszkodás, mondom, egyszerűen csak fizikailag már nem tudok hosszabb napokat tartani. Nyilván majd nagyon könnyen behozom ezt a lemaradást. Állé, ahogy hazaérek, addig meg próbálom kergetni saját magamat. Na, de vissza kanyarodva a kommentre, hogy ő is fotós, kért fototuningot. Ő is fotós. Egyébként érdekli is a kanyarfotózás. Itt már felmerült bennem, hogy egy fotós vajon miért kér fototuningot, mert egy fotós biztos, hogy magának akarja beállítani a képet, nem azt akarja, hogy más állítsa be. Ez de szép. Jaj, de jó pukkogós. Szagos. Színes BMW volt. És utána azt mondta, hogy nem tetszik, ahogy beállítottam a képet, mert nagyon kontrasztusos lett a... De azon azóta is nagyon jól szórakozom. Kontrasztusos lett a kép. De jellemző a lemaradásomra, hogy még nem válaszolni sem volt rá időm. Nyilván ezekre válaszolok meg egyébként akár több kört is töltök minden egyes ügyféllel, akinek nem tetszik az a kép, ahogy én beállítottam, akkor meg szoktam kérdezni, hogy mit szeretne, akkor hogyan állítsam be, mi a spéci kívánsága. Ezt egyébként meg lehet nekünk írni, amikor valaki fototuningot kér, hogy ő mondjuk fekete-fehér képet akar, most csak mondtam egy sarkos példát erre, hogy majd meg fogom tőle kérdezni, hogy ugye milyen monitoron néztem, mert nagyon fontos, hogy mind nézed meg, ha egy rossz telefonon nézed meg, vagy egy rosszul beállított monitoron nézed meg, akkor tényleg lehet, hogy olyan kontrasztusos lesz a kép. Ugye olyan nincs, hogy kontrasztusos. Legalábbis én ilyen szóról nem tudok. Nem kerestem rá Google-ben. Azért ebből a szakmából jövök, én ezt soha életemben nem hallottam így, hogy kontrasztusos, az egyszerűen kontrasztos. Lehet, hogy onnan jött, hogy úgy is írta magára, hogy fotográfus. És akkor, hogy minden ilyen us. És akkor kontrasztus. Jól elmonologizáltam, most biztos azóta elpörögtek a kommentek, majd utána nézek.
Ugye Dáviddal beszélgettem, azt így elterelődtem egy kicsit erről a témáról. Gáboron, neked is tetszik, ugye? C'è gente oggi, but it's always changing a little bit, you know, if I understand it right, yes. It's hectic, just as every day here on Stelvio Pass. It's very busy and then it's super calm, and it's very busy and then it's super calm, but at least we have something to look at it, these clouds. Certainly not making the live stream boring, right? Look at that, so pretty. Bravo! Nagyon profin. Ide mosolygott. Állj, állj, állj! Szakmán kívüli vagy, Dávid, ezek akkor nem fiatal ember, olyan szakmán kívüli. Objektívet az alapján választ egyébként az ember, hogy milyen fényképet szeretne készíteni, nem az, hogy milyen távolra szeretne elfényképezni, hanem a témához, a feladathoz választunk objektívet. Vannak egyébként olyan telefonra letölthető applikációk, amik ahogy zoomolsz be a telefonon, de hogy kiírják, hogy ez milyen objektívnek felel meg, ha ezt nem csinálja magától a telefonod, egy iPhone azért az most már kiírja, nem biztos, hogy minden zoomnál, de vannak alap zoomok, ahol kiírja, hogy ez egy 24-es, ez egy 35-ös, stb. Így lépked fölfele, és akkor úgy nagyjából lehet elképzelésed erről, de tényleg mindig a témához választunk objektívet. És egyébként nem véletlen, hogy a filmes szakmában például elvétve használnak zoomos objektíveket, sőt, ha zoomos objektívet használnak, kifejezetten azért használják, hogy a zoomot is megmutassák a jelenet közben, tehát hogy tényleg mozogjon a felvétel közben, közelítsen vagy távolodjon a kamera. 99%-ban a filmszakmában, a professzionális filmszakmában fix objektívekkel dolgoznak az operatőrök, és valóban a fényképészek is, vagy a fényképezéshez is a legszebb képet a fix objektívek tudják garantálni, de nekem itt az nem működne a fix objektív, nekem itt muszáj, hogy tudjak változtatni a tárgyak közelségén, meg távolságán. Ugye amikor messzebb van, akkor rázoomolok, amikor közelebb ér, akkor meg kinyitok. Ennyit a mai fotótanfolyamról. Állé, állé, állé! Passo dello Stelvio, Olaszország, Stelvio Pass in Italy. Curve number 10, Prato side, amazing clouds. These are the most important details of this live stream, and if you never seen anything like this, then stay a little bit and then you will understand what is going on. Ali, ali, ali! As you can hear, these clicking noises. This is my photo camera. I'm taking photos of these passing riders, motorcycle riders, cyclists, cars, running and walking people. And these photos will go online to our webpage.
Oh, I didn't bring out my business cards yet. Kurvafoto.com. Where they can buy it, it's a normal web store. Just put these high resolution photos to your bucket or cart. Cart, yes, cart. And you can purchase them. It's an automatic email that we send out right away after the purchase. If you don't find it right away, then look for it in your junk email. It's happening quite often since these emails has digital links. Ali, Ali, Ali! Bravi! Aranyosak voltak. Fotográfus tus. Nagyon szívesen, Dávid. Örülök, ha kicsit segíthettem benned. I'm gonna restart this live. Hello, you sleep there? Do you sleep in your office? No, I obviously don't sleep here in this curve. I ride up to this curve, or actually today and the rest of the days I'm gonna drive up to this curve. To the office of mine. I'm going to restart this live. I need 5 minutes of break. Take 5 minutes of break as well. And then please come back and watch the live stream, second part from Saturday from Paso dello Stelvio. Akkor ezt most megállítom, ezt a live-ot. 5 perc szünet. Addig tegyetek be valami jó zenét. Aztán folytatjuk tovább innen az élőzést a Stelvio Passról. Gyertek majd vissza. Addig is sziasztok! I just said running people, by the way. Ugye? Kimondtam, hogy futó ember. Why it doesn't work with a big bag of money? I don't understand. Brinkmann professzor itt ment föl, majd mindjárt megállítom, ha lesz egy kis szünet. Így. New challenge, how to stop the live. Why you don't want to stop? I don't understand it. Elég vicces, hogy nem bírom leállítani a live-ot. Hogyha rányomok a kikapcsoló gombra, akkor följön az, hogy küldés ide. Nem akarom küldeni, le akarom állítani, nem akarom küldeni. Csodás. Akkor mostantól kezdve örökre live-ban maradunk, live forever. For some reason, it doesn't let me stop the live. This is
Very funny, I don't know how to stop it now. Alfa Romeo. And while I'm doing this, obviously I can't take photos. I don't understand why this is happening. Hát ezek a mai idők kihívásai, nem tudom, hogy miért a küldést akarja, ennek semmi értelme nincsen. Nincs is ott küldés gomb mellette. Nincs ötletem, hogy hogy lehet leállítani a live-ot, ez nagyon vicces. Gondolom, ha kilépek a TikTokból, akkor megáll, de ez a kérdés, hogy akkor hogy áll meg, nem? Igen, egy pillanatra kiléptem belőle. Azért írja ki azt, hogy szünetel, amikor kihagyom a... hogy kilépek az applikációba, hogy elteszem a háttérbe, akkor szünetet ír ki. Hát ilyet még nem láttam egyébként, gyerekek, hogy nem működjön a kikapcsoló gomb. Ugye a jobb felső sarokban van egy kibe kapcsoló gomb. De nem. Hiába nyomok rá, egyszerűen csak el akarja küldeni valamelyikőtöknek. Nem tudom. Elküldjem magamnak? Elküldtem magamnak, igen, nagyon jó, továbbra se. Tehát ez hogy? Ez... hogy létezhet ilyen? Ez az újfajta büntetése a TikToknak. Eddig ugye ő büntetett, most így büntet, hogy nem bírom lelőni a live-ot, újra akarom indítani a live-ot, nem azt akarom, hogy... véget érjen a mai live, ez ennek a live-nak akarok véget vetni, és egy újat indítani helyette, de nem. Nem lehet. Mellé kellene valahova bökni, nem lehet mellé bökni sem. Mindig valami új, ugye, amikor kérdezik, hogy nem unalmas ez a munka? Hát hogy lenne unalmas? Nézzek, most oda befújt egy szemetet a szél. Az is valami új, ez jön ide, durrogós papír, görög a szemét, gyere ide szépen, kis zacskó szemét, fölveszlek persze, téged is, gyűlik már itt mellettem, követ rakok rád úgy.
Hát ez nevetséges, és ugye azért az a baj ezzel, hogyha csak úgy kilépek, akkor nem tudom, hogy mi történik az eddigi felvétellel. Ott jöttek a lottószámok. I am unable to turn out the light. This is ridiculous. Just ridiculous. Na, kilépek a TikTokból, azt fogom csinálni, lesz, ami lesz. Egy életem, egy halálom. Legalább ezt is megtudjuk, hogy akkor mi történik, de ez így akkor sem maradhat. Egy életem, egy halálom. Legalább ezt is megtudjuk, hogy akkor mi történik, de ez így akkor sem maradhat. Azt mondja, hogy folytatom az élőadást. Na most hát, ha lesz kikapcsoló gomb. Most sincs kikapcsoló gomb. Nincs kikapcsoló gomb. Na most megtaláltam!